Testvérek, Lukács evangéliumának 23. fejezetéből olvasok fel egy hosszabb ige szakaszt. Tehát Lukács evangéliuma 23. fejezet, a 33-tól 46-ig terjedő verseket. Kérlek benneteket, aki teheti, kövesse a felolvasást. Tehát Lukács 23, 33-tól olvasom Isten szavát. Mikor pedig elmentek a helyre, mely koponya helyének mondatik, ott megfeszíték őt és a gonosztevőket, egyiket jobb kéz felől, a másikat bal kéz felől. Jézus pedig mondta: Atyám, bocsáss meg nékik, mert nem tudják, mit cselekesznek. Elosztván pedig az ő ruháit vetének reájuk sorsot. És a nép megáll a nézni. Csúfolák pedig őt a főemberek, és azokkal egyben mondván: Egyebeket megtartott, tartsa meg magát, ha ő a Krisztus, az Istennek a választottja. Csúfolák pedig őt a vitézek is, odajárulván és ecettel kínálván őt, és ezt mondván néki: Ha te vagy a zsidóknak ama királya, szabadítsd meg magadat. Volt pedig egy felirat is fölébe írva görög, római és zsidó betűkkel: Ez a zsidóknak ama királya. A felfüggesztett gonosztevő közül pedig az egyik szidalmazá őt mondván: Ha te vagy a Krisztus, szabadítsd meg magadat, minket is. Felelvén pedig a másik megdorgálá őt mondván: Az Isten sem féledete? Hiszen te ugyanazon ítélet alatt vagy. És mi ugyan méltán, mert amit cselekedetünknek méltó bűntetését vesszük, ez pedig semmi méltatlan dolgot nem cselekedett. És mondta Jézusnak: Uram, emlékezzél meg én rólam, amikor eljössz a te országodban. És mondanék Jézus: Bizony, mondom néked, ma velem leszel a paradicsomban. Vala pedig mintegy 6 óra, és sötétség lőn az egész tartományban 9 óráig. És meghomályosodik a nap, és a templom kárpítja középen ketté hasada. És kiáltván Jézus nagy szóval mondta: Atyám, a te kezeidbe teszem le az én lelkemet. És ezeket mondván meghalad. A 23. verset olvasom, a 43. verset olvasom fel még egyszer. És mondanék Jézus: Bizony, mondom néked, ma velem leszel a paradicsomban. Post tenebras lux. Ismerőse előttünk ez a latin mondás? Post tenebras lux. Igen, a sötétség után világosság. Ez a latin mondás többek között a reformációnak egyik jelszava lett. A reformátorok nagyon kedvelték ezt a latin mondást, hiszen ez a latin mondás jelezte többek között azt, hogy az evangélium világossága egykor beragyogta azt a lelki szempontból oly sötét Európát. És annyira kedvelték a reformátorok ezt a mondást, hogy például Genfnek a pecsétjére, bélyegzőjére is rákerült. És érdekes módon sok száz évvel később, amikor a reformációnak egy emlék helyet állítottak, akkor ugyanez a latin mondás felkerült Genfben a reformáció emlékfalára is. Post tenebras lux. Nos, testvéreim, barátaim, hogyha lehetne még egy történelmi helyszínt javasolni, ahova ezt a latin mottót fel lehetne írni, akkor én javasolnám a Golgotát is. Oda a Golgotai hegységnek valamelyik sziklafalára fel lehetne ezt a mottót írni. Arra Golgotára, ahol 2000 évvel ezelőtt nagypénteken a mi Urunk kereszthalált halt. Golgota. Elég ezt a szót kimondanom, és már is megjelenik előttetek egy hegy a 3 keresztnek a sziluettjével. Golgota. Elég kimondanom ezt a szót, és mindjárt bevillan előttetek az, hogy azon a hegyen valami fontos történt. És tényleg, a legfontosabb dolog történt ott 2000 évvel ezelőtt. Fontosabb dolog történt annál, mint amit ma fontosnak deklarálnak. Ugye ma annyi minden fontos. Olyan nagy csinadrattával berangoznak nekünk politikai, gazdasági, társadalmi ügyeket. De ez a dolog sokkal fontosabb. És amikor a Golgota szót halljuk, mindenki tudja, hogy miről van szó, mi történt ott a Golgotán. Krisztus kereszthalált halt.
És amikor Golgota, ezt a szót halljuk, testvérek, úgy gondolom, hogy erről a hegyről egyszerre eszünkbe kell jusson az, hogy a Golgotáról és a Golgota környékéről egyszerre áradt a sötétség, és ugyanakkor később mi látni fogjuk a világosság is. És ma Lukács evangélista segítségével a sötétségből szeretnénk elindulni, és világosságba szeretnénk jutni. Jertek, csatlakozzunk hozzá, és figyeljük, hogy mit tanít az ige ezekből az ige versekből. Először is vegyük szemügyre azt a sötétséget, amely a Golgotáról árad, amely a Golgota környezetéből árad. Mert hogy azt kell, hogy mondjuk testvéreim, barátaim, hogy mindaz, ami nagypénteken történt, és amit a Golgotán történt, és a nagypénteket megelőzően történt, az igenis sötét, és sötétséggel átitatott, és gonosz, és olyan szomorú. Jézus maga mondta egyébként a Lukács 22:53-ban, hogy ekkor a sötétség hatalma érvényesült. Ezekben az órákban, ezekben a napokban. Miben érzékelhet az a sötétség? Miben látható, miben érhető tetten ez a sötétség? És testvérek, öt dolgot szeretnék említeni ezekből az igeversekből, amelyek mind-mind azt bizonyítják, hogy itt valóban sötét momentumokkal kellett szembenéznie Jézusnak. Az első sötét momentum, mondhatnám, talán a legfájdalmasabb is, nevezetesen az, hogy ezekben az órákban Jézust a tanítványai hagyták el. A tanítványai fordultak el tőle. Azok, akik legközelebb álltak hozzá emberileg. Nem csak Júdás árult el, jól tudjuk, pár órával korábban, hanem Péter is megtagadta, nem is egyszer, háromszor, elég látványosan. És a többi tanítvány is cserben hagyta Jézust, szerteszét futottak, magára hagyták. Még a Getsemáné kertjében sem imádkoztak érte, pedig Jézus kifejezetten megkérte őket erre, elaludtak. Ez az első sötét momentum. De a második sötét momentum abban érhetetten, hogy a sötétség lengi körül Jézus letartóztatását és elítélését is. Emlékezzetek vissza, tudjátok az evangéliumokból, hogy mikor tartóztatták le Jézust. Éjszaka, késő este. És mikor folyt a pere? Éjjel. Ugye normális esetekben, tisztességes eljárás esetén azért a dolgok nappal történnek, hogy mindenki előtt világos legyen és nyilvánvaló legyen. Egy korrekt eljárás ezt feltételezte volna, de itt éjjel, sötétben történt minden. És kevesebb, mint 12 óra alatt Krisztust letartóztatják és keresztre is feszítik. Ilyen hamar folytak az eljárások. Mondhatnánk azt, hogy egy éjszaka alatt Jézusnak 6 kihallgatása volt, 6 mini pere volt. Aki az evangéliumokat ismeri, tudja, hogy megfordult először Jézus Annás előtt, aztán átvitték Kajafás elé, aztán végül a Sanhedrin előtt kötött ki, a nagy tanács előtt kötött ki. Mondhatnám, hogy megfordult 3 kis egyházi bíróságon. Nagyon gyorsan rámondták azt, hogy Isten káromló, és azt is, hogy halálra méltó. De jól tudjuk, mivel a zsidóknak nem volt hatalmuk kivégeztetni bárkit is csak úgy, erre kellett római hozzájárulás, római engedély, ezért átküldték később az éjszaka folyamán Jézust Pilátushoz is. Pilátus meghalván, hogy Galileai elküldte őt Herodeshez is, Herodes aztán meg visszaküldte Pilátushoz. Egy éjszaka lefolyás alatt 6 kis per, 6 kis kihallgatás, 6 szituáció, amikor Jézust ugye szorongatják, és gyorsan-gyorsan vallatás alá vetik. És volt 3 világi bíróság, és 3 egyházi bíróság, és ami érdekes, a világi bíróság mindegyik személy, Pilátus is, Herodes is, Pilátus is többször elmondták, hogy ebben az emberben semmi bűn nem találunk. Ez egy ártatlan ember. Az egyházi bíróság ezzel szemben elítélte. És ez egy éjszaka folyamán valósult meg. Nem volt lehetősége fellebezni. Nem kérhetett volna újra tárgyalást. Eldőlt minden. Egy éjszak alatt leszavartak mindent. Ez ellen ma a legliberálisabb emberjogi szervezetek is a leghangosabban tiltakoznának. Milyen sötétségbe folyt Krisztusnak a letartóztatása és az ő elítéltetése. De harmadszor, testvérek, ez a sötétség megnyilvánult Krisztus keresztre feszítése kapcsán is. Egy ártatlan ember kivégzések kapcsán talán az ember nagyobb szimpátiára várna. Elvárna azt, hogy valahogy az emberek sajnálják ezt az ártatlanul megfeszített szemét, és valamiféle szimpátiának helyet biztosítsanak. Akik ott éltek Jeruzsálemben és ismerték Jézus, pontosan tudták, hogy miféle ember ez a Jézus. Hiszen közöttük tanított, hiszen közöttük gyógyított, hiszen sokakat megvendégelt.
hiszen Lázárt jó pár nappal korábban feltámasztott a halálból. Tudhatták, hogy ki ez a Jézus. Nem volt senki ellen felroható bűne ennek a Jézusnak. És mégis, hogyha a körülményeket szemléljük, azt látjuk, hogy árad a gyűlölet Jézussal szemben. Mindenki csúfolja, mindenki gúnyolódik vele. Érezhető a sötétségnek a hatalma és hatása. Csúfolják őt, itt felolvastuk, a katonák, azok a római katonák, akik megfeszítik, és a 36. versben olvasunk erről, sőt azt is látjuk, hogy ezek a katonák, miközben Jézus haldoklik, vagy elkezdi az halálkusáját, már elárverezik, és maguk között szétosztják a köntösét. Milyen morbid jelenet ez is, mondhatnám, mennyire kegyenletsértő, hogy még meg sem hal Jézus, és már a ruháját ugye próbálják elosztani egymás között, mint hogyha lenne egy haldokló szeretünk, képzeljük el, vagy egy nagyon beteg szeretünk, és a rokonok, a család ott előtte már marakodnának az örökségen. Csúfolják tehát őt a római katonák, de csúfolják Jézust ott az emberek, a jeruzsálemi polgárok, a nép, azok, akik között tevékenykedett. Azok, akik korábban azt kiáltották, hogy keresztre vele, és feszítsd meg. De csúfolják Jézust, és gúnyolodnak vele nyilván a főpapok, a klérus. Azt mondják, hogy hát másokat megtartott, tartsa meg magát, szabadítsa meg magát. De csúfolja Jézust közvetett módon maga Pilátus is. Azzal az írással, amit ugye a feje fölé oda kiszegeztetett a keresztre, ez a zsidóknak a ma királya. Nehogy azt gondoljuk, hogy ez egy bók volt Jézussal szemben, nehogy azt gondoljuk, hogy ez egy kitüntetés volt, amit Pilátus Jézusnak adott. Igazából ő csúfolkodott vele, mint hogy azt mondta Jézusnak és a zsidóknak is, hogy itt van a ti királyotok. Ő a ti királyotok. És hát nem utolsó sorban van egy meglepő fejleményét a dologban, tudnilik, gúnyolódtak vele még a keresztre feszített elítéltek is. Itt Lukács ugyanazt írja, hogy az egyik gúnyolódott Jézussal, de hogyha a Máté evangéliumát elolvassuk például, akkor kiderül, hogy mind a két elítélt gúnyolódott Jézussal, csak itt Lukács már a végső momentumot ragadja meg, amikor az egyik elítélt megtérőben van, és ő már nem gúnyolódott, de úgy indult a dolog, hogy az elítéltek is gúnyolódtak vele. Testvérek, ez is emberek majd, hogy nem elképzelhetetlen. Általában az elítéltek között egyfajta fraternizálás szokott létrejönni, valahogy egy hajóban eveznek, és egymás mellé állnak, és egymást támogatják, de itt azt látjuk, hogy még az elítéltek is gúnyolódnak vele. Olyan sötét, testvérek, ez a momentum is. Az ő elfogatásának, az ő elítélésének, az ő megfeszítésének minden egyes momentuma. De negyedszer arról is olvasunk, testvérek, hogy egy fizikai sötétség is tapintható volt ott a Golgota hegyén. A 44. versben olvastunk erről, hogy 6 óra tájában, 6 óra magasságában sötétség lett az egész tartományban 9 óráig. Ez azt jelentette ez a 6 óra, hogy dél. Déltől délután 3-ig teljes sötétség volt a Golgota hegyén és az egész tartományban. Ez azt jelentette, hogy a keresztrefeszítés az körülbelül reggel 9-kor kezdődött, az első 3 óra alatt normális fényviszonyok uralkodtak, és déltől délután 3-ig teljes sötétség lett. Amikor a legnagyobb világosságnak kellett volna lennie, akkor volt a legnagyobb sötétség a Golgota hegyen. Testvérek, ez a sötétség, ez nyomasztó volt. Bizonyára titeket is zavar a sötétség. A sötétség éjjel is nyomasztó, de nappal még nyomasztóbb. Talán egyesek itt emlékeznek 1999-re, amikor Magyarországon is látható volt egy teljes napfogyatkozás. Én emlékszem, hogy milyen nyomasztó volt, amikor fényes nappal néhány percre elsötétült minden. És itt 3 órán keresztül elsötétült minden abban a tartományban. És testvérek, ebben az elsötétedésben, ebben a sötétségben azt kell meglátni, ez a sötétség jelezte azt, hogy Isten magára hagyta Jézust, hogy kiáraszthassa rá az ő bűn miatti haragját. Pál apostol ezt így fogalmazza meg a 2.5.21-ben, hogy azt, mármint Krisztust, aki bűnt nem ismert, Isten bűnét tette érettünk. Ebben a sötétségben, ebben a magányban Jézus pokoli kínokat szenvedett és elhordozta Isten haragjának a súlyát, a bűn büntetését. Ez volt a kínok kínja. Ha belegondolunk, emberileg is milyen sötét és milyen szomorú momentum az. És végül, testvérek, utolsó momentumként Jézus meghalt, 46. vers végén olvasunk erről, és a halálról is azt kell mondjuk, hogy ez egy szomorú dolog.
A halál egy szomorú dolog. Sötét színű lobogóval szoktuk jelezni a haláleseteket. Jézus meghalt, milyen sötét, milyen fájdalmas, milyen szomorú momentum volt ez, különösen azok számára, akik őt szerették és ismerték, és tudjuk, hogy az ő édesanyja ott volt, nem messze a kereszttől, Mária, és valóban az éles tör átjárta az ő szívét, valóban szomorú lehetett a fia halála láttán. Testvérek, egy szóval, hogyha Golgotára emeljük a tekintetünket, és annak környezetét vizsgáljuk, mindenütt sötétséget, fájdalmat és szomorúságot látunk. És hogyha itt megállnánk, tudjuk, hogy eddig ez egy nagyon tragikus történet lenne. De arról beszéltem korábban, hogy a sötétség után a világosságnak is érkeznie kell. És éppen ezért szeretném, hogyha másodszor megvizsgálnánk azt, hogy miben látható meg a világosság is a Golgotán. Mert a Golgotán és a Golgota környékén nem csak sötétség van, jelen testvéreim, barátaim, hanem világosság is ott van. Hogyan árad a világosság a Golgotai kereszt környékéről? És itt szintén öt dolgot szeretnék figyelmetekbe ajánlani. Először is, testvérek, világosság árad a Golgotáról, hiszen tudjuk, hogy ez a halál, Krisztus halála, Isten győzelmét hozta, és az emberek megváltását hozta. Krisztus ugye, Isten ügye diadalmaskodott, és az embereknek Krisztus itt megváltást szerzett. Az eddigi világtörténelem, mondhatjuk nyugodtan, itt kulminált. Az addigi világtörténelemnek a csúcspontja itt volt. Krisztus meghalt a kereszten. Mindaz, ami addig történt, igazából Isten szempontjából mellékes, minden erre volt élesítve. Erre a napra. Krisztus halálára. Emlékeztek, Isten már az örökké valóság óta elrendelte azt, hogy Krisztus, a világ, az Isten báránya megböletessék. A világ alapjainak lerakása előtt az Úr ezt már elrendelte, a Jelenések 13.8-ban olvasunk erről. Illetve elrendelte azt a világ megalapítása előtt, hogy Krisztus meghaljon. Az 1 Péter 1.20-ban olvasunk erről. Az első evangéliumi ígéret itt teljesedett be, itt vált valóra, emlékeztek. Az 1 Mózes 3.15-ben az Úr megígérte, hogy az asszony magva a kígyó fejére tapos. És ez az ígéret aztán végighúzott az Ószövetségen, az Úr évszázadok alatt egyre többet és többet mondott el az ígéret beteljesedéséről, arról a személyről, aki ezt az ígéretet beteljesíti. Egyre több került kinyilatkoztatásra, az Úr elmondta, hogy lesz egy mesiás, aki eljön, aki eleget tesz Isten törvényének, aki meghal a bűnökért, aki megváltja az övéit. És azért árad világosság a Golgotáról, testvérek, mert ez itt bekövetkezett. Ez itt bekövetkezett. Isten tartotta magát az ő ígéretéhez. Isten hűséges Istennek bizonyult. És a megváltó valóban eljött, és az ő engesztelő, helyettes áldozatával valóban megváltotta az ő népét, az övéit. Ott a Golgotán a sátán feje összeroppant, és a bűn legyőzetett. És 3 nappal később kiderült az, Krisztus feltámadása nyomán, hogy a halál is vereséget szenvedett. A Golgota győzelemről szól. A Golgotáról világosság árad. És ez az evangélium világossága, amely azóta is árad, Jézus győzelmének híre azóta is árad. És ez a nagy kép, ez a globális üzenet. De fókuszáljunk most egy picit a lokálisra, a helyire. És a helyi üzenet kapcsán szeretném, hogy meglátnátok azt, hogy világosság árad a Golgotán, a keresztről, azáltal is, amit Krisztus ott tesz, ott helyileg. Miközben ott van a kereszten, miközben éppen a mi megváltásunkat hajtja végre, miközben éppen érettünk buzgolkodik, ez a Krisztus még figyel erre a gonosztevőre is. Erre a bűnös emberre, erre a latóra, aki ott van mellette keresztre feszítve. És ez olyan csodálatos, testvérek. Nem magára figyel Jézus, hanem erre az emberre figyel, aki ott mellette, a kereszten függ. És ebben is meglátszik, testvérek, hogy ő kicsoda. Ebben a gesztusban is meglátszik Krisztus igazi kiléte, és Krisztus igazi identitása, hogy tudni, hogy ő valóban egy megváltó, és ő valóban egy szabadító. És valóban igaz az, hogy ő a bűnösökért jött, hogy a bűnösöket megkeresse és megtartsa. Földi életének utolsó perceiben, óráiban is ezzel foglalatoskodik. Megment egy bűnöst. Megtart egy bűnöst. Ugye szoktuk azt mondani, testvérek, hogy a halál az nagy leleplező. A halál tusában az ember általában önmagát adja.
ott senki nem tud álarcokkal operálni. És a haldokló esetek kapcsán talán hallottatok ilyen beszámolókat, hogy a haldokló emberek életükben először igazat mondanak, és bocsánatot kérnek, és elmondják a legféltve őrzöttebb titkaikat, és olyan dolgokat, gesztusokat tesznek, amelyeket korábban nem tettek meg, mert a halál órája valahogy az embert úgy őszintévé teszi. Ilyenkor mindenki az igazi énjét adja, és ha valaki nem hinné azt el, hogy Jézus Krisztus igazi megváltó és igazi szabadító, ha eddig nem hitt el, akkor figyeljen ezekre az utolsó percekre és órákra. Mit tesz Jézus? Mi áll Jézus munkának a fókuszában, ott lokálisan, ott helyileg? Ez az ember. Ez a nyomorult bűnös. Ez a rabló. Ez a gyilkos. Pedig mondhatnánk, pokoli kínokban van része Krisztusnak. Pedig mondhatnánk, alig tud levegőt venni. Pedig mondhatnánk, foglalkozhatna magával, és fókuszálhatna a nagy küldetésre. Pedig minden egyes levegővételhez különleges erőfeszítéseket kellett tennie. Az odaszegezett lábaival valahogy meg kellett emelje a testét, hogy levegőt vehessen, vagy hogy egy mondatot elmondhasson, hozzászólhasson ahhoz a másik emberhez. És ennek ellenére a megváltás megszerzésének közepette Jézus odafigyel erre a nyomorultra, és megmenti. Azzal vádolták Jézus, hogy nem tudja megtartani magát és másokat sem, és nem veszik észre, hogy mindeközben Krisztus még utolsó percben is megtart valakit. Magát csak azért nem tartja meg, hogy megtarthasson valakit, hogy megválthassa ezt az embert is. Testvérek, Krisztus utolsó nagy szabadítása itt érhető tetten a kereszten. Megment egy bűnöst, egy olyan embert, akit már a világ leírt, halálra adott, aki megérdemelte mellesleg, hogy ott legyen a kereszten, Krisztus őt megmenti. Milyen világosság árad ebből a gesztusból is. De harmadszor, testvérek, világosság árad itt a Golgotánál abból is, ahogy ez a bűnös ember megtér. Látni kell a világosságot az ő megtérése kapcsán is. Látni kell itt a Szentlélek munkáját és a Szentléleknek a megvilágosító munkáját, amit sokan ott a kereszt környékén nem értettek és nem láttak. Azt ez a gazember, ez a gonosztevő, ez a megtérő bűnös hirtelen csak így felismer. Emlékeztek, azt mondtam, hogy úgy indult az egész, hogy ő is szidalmazta Krisztust a másik kollégával együtt. És aztán valami váltás történik. Hirtelen valahogy teljesen másként áll hozzá, mint hogyha megváltozott volna minden. És ezt nem magyarázhatjuk semmi más a testvérek, mint a lélek munkájával. Nincs rá más jó magyarázat. Ez a bűnös egyszer csak odafordul a másik elítélt felé, és miközben a szidalma az Jézus, azt mondja neki, hogy nem féled Istent? Nem vetted észre, hogy lassan meg kell állnunk Isten ítélőszéke előtt? És mellesleg mi bűnösök vagyunk. Valahogy ez az ember felismeri azt, hogy ő bűnös. Elismeri azt, hogy ő bűnös. Azt mondja, hogy mi jogosan vagyunk itt ezen a kereszten. Mi jogosan veszük bűneinknek a büntetését. Ez teljesen korrekt. Valahogy az ő vaksága elpárolog és meglátja a saját bűneit. És azt mondja, megérdemeltük ezt, nem mentegetőzik. Ugye tudjuk, milyen nehéz elvezetni egy természeti embert arra, pláne élete utolsó óráiban, hogy elismerje a bűneit, hogy belássa a bűneit, hogy ne mentegetőzön. És ez az ember meglátja, hogy ő bűnös. És ezzel szemben, testvérek, mondhatnánk, meglátja azt is, hogy Jézus ártatlan és igaz ember. Ártatlan és igaz ember. Azt mondja a másiknak, mi vétkeztünk, de ő nem cselekedett soha semmi rosszat. Mondhatnánk, hogy egy helyes antropológiai szemlélet után jön egy helyes krisztológia, azt mondja, mi bűnösök vagyunk, de Krisztus ártatlan. Ő egy igaz és ártatlan ember, és mi több, ő nyilván Isten is, hiszen így szólítja meg Jézust, hogy Uram, Kyrios. Testvérek, ezek olyan felismerések, amelyekről jól tudjuk, nem jönnek ki úgy maguktól. Ezek nem pattannak ki a mi elménkből. Pláne nem egy ilyen sötét, gonosz ember esetében. Itt a Szentlélek munkálkodni kezdett, ez a Szentlélek világosságot adott. És nem csak ezt ismeri fel ez az ember, hogy ő bűnös, hogy Jézus ártatlan, hogy Jézus az Isten fia, hanem látjátok, hozzá folyamodik. Elismeri azt, hogy Krisztus király, ő uralkodik. És azt kéri tőle, hogy emlékezzél meg én róla, mikor eljössz a te országodban.
Ebben benne van az, hogy ez az ember felismerte azt, hogy ennek a Jézusnak a földi pályafutása nem zárul le itt azzal, hogy meghal ezen a kereszten. Lesz még folytatás. Van egy másik ország. Nem ez a végső valóság, nem ez a végső realitás, hanem a végső valóság, a végső realitás az ezután jön. És felismeri azt, hogy annak az országnak és annak a királyságnak az ura Jézus. És ezért folyamodik hozzá. Hiszi, hogy Jézus király. Testvérek, mondhatnánk azt is, hogy ennek az embernek a megtérésében ott van az evangélium megtérés minden eleme. Ott van a bűn felismerése, a bűn megvallása, ott van a Krisztushoz való fordulás, ott van a hit, hiszen megbízik Jézusban maradéktalanul. Mondhatnánk emberileg, mit láthatott maga mellett? Egy haldokló embert. Hogyan lehetne csupán egy haldokló emberre ennyi mindent bízni? Hogyan lehetne egy másik haldoklótól ennyi mindent kérni? Látjátok, ez a hit. Sokkal többet lát Krisztusban, mint azok az emberek, akik ott voltak és ott tolongtak a kereszt körül. Ő látja az igazi Krisztust. Érdekes dolgokat mond Calvin erről a passzusról. Azt mondja Calvin, nem tudom, hogy a világ teremtése óta akadt-e ritkább és emlékezetesebb példája a hitnek. Így annál csodálatra méltóbb a Szentlélek kegyelme, mely oly világosan nyilvánul meg itt. A Latour, aki nem csak Krisztus iskolájában nem tanult, hanem elvadulva az istentelen gyilkosságokban igyekezett az igazság iránt való minden érzékét kioltani, hirtelen magasabbra jutott, mint az apostolok, s a többi tanítvány valamennyien, kiknek tanítására annyi fáradtságot fordított maga az Úr. Nem semmi, amit Calvin mond. Azt mondja, ez a Latour valahogy nagyobb hittel rendelkezett, és nagyobb világosságra jutott, mint a tanítványok, akik nem voltak ott, akik elszaladtak. Nagyobb bizonyosságra jutott. Megértette, hogy ki ez a Krisztus. Milyen csodálatos megtérés ez, testvérek, milyen csodálatos megvilágosodás ez. Mekkora világosság árad ennek az embernek a megtéréséből. Ott a kereszten. Egy egyszer, testvérek, a Golgotáról teológiai világosság is árad. Abban a néhány mondatban, amit elhangzik Jézus ajkáról, illetve abból, ami történik, testvérek, meg annyi teológiai kérdés tisztázható, a napnál is világosabban. Meg annyi teológiai kérdés, és nincs időnk, hogy ezekkel foglalkozunk, csak így példagyanánt hadd hozzak előtökbe hármat. Nyilvánvaló például az, hogy az üdvösség az nem érdemekből, és nem érdemek alapján, és nem jó cselekedeteink miatt van. Ez nyilvánvaló ebből az elbeszélésből. Hiszen sem érdemekkel, sem jó cselekedetekkel ez a bűnöző nem rendelkezett. Még emberileg nézve is, emberi standardok alapján is ez egy gonosz ember volt. Zsebtolvajlásért azért nem szoktak senkit úgy keresztre feszíteni, vagy halálba küldeni, még abban a korban sem. Minden valószínűség szerint ez az ember egy gyilkos volt. Vagy lehet egy többszörös gyilkos. És látjátok, nem volt neki sem jó cselekedete, sem semmiféle érdeme, az, hogy üdvözült, az egyedül Isten kegyelme miatt van, az hitáltal van, az üdvösség kegyelemből van, hitáltal van, nem ez a Latour szerzi meg, gyűjti be valahogy az üdvösséget magának, nem az ő cselekedetei számítanak, szerencsére, hanem a Krisztus cselekedetei és a Krisztus érdemei számítanak is, az ő cselekedetei vannak jóváírva ennek az embernek. Csak ennyi a Szentírásból tisztázhatja ezt a kérdést. Érdemek, jó cselekedetek, vagy kegyelem és hit. De nyilvánvaló, testvérek, például az is ebből az ige szakaszból, hogy mi történik a halál után egy hívő ember lelkével. A lélek nem semmisül meg. A lélekről azt látjuk, hogy nem alszik egy tudattalan állapotban. A lélek nem is távozik egy ismeretlen helyre, a purgatóriumba például, hogy ott megtisztuljon, és bizonyos idő után valahogy bekerüljön a mennybe, ha egyáltalán bekerül. Hanem azt látjuk, hogy azt mondja Jézus ennek a gonosztevőnek, hogy még ma velem leszel a paradicsomba. Még ma. Ez az egy ige egy csomó teológiai kérdést tisztába tesz, hogyha megértjük. És harmadszor, testvérek, nyilvánvaló az is, hogy Krisztus váltság áldozata elégséges, és biztos, és megismételhetetlen, és hatékony. Nem kell újabb áldozat, nem kell újabb engesztelő áldozat. Jézus csak akkor mondhatta azt, hogy
Bizony-bizony, mondom néked, ma velem leszel a paradicsomba, ha abszolút meg volt győződve arról, hogy az ő áldozata elégséges és hatékony. És az Atya biztos ezt az embert beengedi a mennybe. Igen, még ezt az embert is, ezt a gonosztevőt is. Jézus ebben biztos volt. Egyébként, hogy erről biztosítsa ezt a gonosztevőt, azt mondta neki, hogy bizony mondom néked, ott az eredeti szövegben azt szerepel, hogy ámen. Ez tutira így lesz. Ez bizonyos. Velem leszel. Ott leszel. Testvérek, látják, hogy csak egy igevers annyi mindent tisztába tesz, mert a Golgotáról, testvérek, teológiai világosság is árad. És végül, testvérek, úgy gondolom, hogy még van egy utolsó fénysugár, ötödször, amiről beszélnem kell. A Golgotai kereszten elhangzott mondat még jelez valamit. Jelzi azt, hogy van fény az alagút végén. Magyarul vissza lehet térni Istenhez. Ismét közösségünk lehet az élő Istennel, emlékeztek? Mi, ami minden problémának az oka, a legnagyobb dilemmánk és nyomorúságunk az, hogy egykor elszakadtunk Istentől. Nincs immár élő közösségünk vele, és kivetettünk a kertből, kivetettünk a paradicsom kertjéből. Nem lehetünk Istennel élő kapcsolatban, az ember tragédiája itt kezdődött el. De ebben a mondatban, hogy bizony mondom néked, ma velem leszel a paradicsomban, azt mondja Jézus, hogy helyreállt a közösség. Helyreállt. Ma velem leszel. Közösségben leszel velem. Együtt leszünk a paradicsomban. Ismét megbékültünk egymással. Ismét megbékültél Istennel. Mellesleg ugye tudjuk, hogy ezt követően azt olvassuk itt a 41. versben és a 45-ben, hogy a templom kárpítja középen ketté hasadt, ami szintén azt jelképezte, hogy immár az ember beléphet a Szent Istennel való közösségbe. Eddig a szentek szentjébe tudjuk, évente egyszer csak egy ember léphetett be, a főpap, aki nyilván ott engesztelő áldozatot mutatott be. De most már a kárpít ketté hasadt, lehet közvetlenül Istenhez menni. Helyreállt a vele való közösségünk, a vele való kapcsolatunk. Milyen csodálatos fénysugár ez is, testvérek, a Golgotáról. Testvérek, úgy gondolom, hogy nem fejezhetjük be ezt a mai szolgálatot, anélkül, hogy ne fogalmazzuk meg néhány személyes alkalmazást, és itt is öt alkalmazást szeretnék megfogalmazni, mert még azt gondolnánk, ezek olyan távoli események, amelyeknek semmi köze nincs hozzánk. Nem így van, testvérek. Öt alkalmazás, gondolkozzunk el mindegyiken. Először is emlékeztetnélek arra, hogy Krisztus keresztje megosztó. Megosztó. Azóta is két csoportra osztódik az emberiség. Miként volt ott két bűnöző, két gonosztevő, egy az ő jobb keze felől, egy az ő bal keze felől. És az egyik hitre jutott és üdvözült, a másik pedig elkárhozott, aként történik most is minden, kinek az életében. Két csoportra oszhat az emberiség. Kétféle ember van, és valamely kategóriában szigorúan beletartozunk. Nincs harmadik kategória. Vagy egyikbe, vagy másikba. Nincs egy harmadik kategória, és csak az egyikbe lehet tartozni. Két csapat van, tudjuk másút, Jézus korábban erről már beszélt, például a Máté 25-ben mondott azt, hogy mit történik most az ítélet napján, amikor visszajön, elébe gyűjtetnek az emberek, és jobb keze felől ott lesznek a bárányok, a juhok, és bal keze felől ott lesznek a kecskék. Ez a két csapat van. A kereszt megosztó. Egyesek megvetik Krisztus kereszt halálát, mások elfogadják. Ezért mondja Pál apostol az 1 Korintus 1.18-ban, mert a keresztül való beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek, de nekünk, kik megtartatunk, Isten ereje. Ez a lator, ez a bűnös, ez Krisztushoz folyamodott. A másik nem. Pedig olyan közel volt. Pár méterrel lehetett Krisztustól. Ha belegondolunk, milyen döbbenetes. De ez Krisztushoz folyamodott. És a kérdésem az, hogy te melyik csoportba tartozol? Mely csoportba tartozónak ítéled meg magad? Csak úgy tartozhatsz a juhok közé, az üdvözülők közé, hogyha ehhez a Krisztushoz folyamodsz. Ettől a latortól ezt megtanulhatod. A lator erre példát adott. Calvin szintén érdekesen fogalmaz, azt mondja, ha pedig a lator a kereszten függő és szinte átokkal elborított Krisztust a mennyei trónra emelte, akkor jaj, ami együgyűségünknek,
ha nem tekintünk fel rá, mármint Krisztusra, ha nem az ő feltámadásában találjuk meg az élet reménységét, és ha nem igyekszünk az égbe, ahova ő belépett. Barátom, jöjj Krisztushoz! Hívd őt segítségül! Ez a két csoport van. És ha belegondolunk, ez a Lator, aki Krisztushoz folyamodott, most is élő közösségben van vele, és még mindig élvezi a Krisztussal való élő közösséget, és ezzel a Latorral még mi is találkozni fogunk, hogyha itt bejárunk, míg a másik az azóta is szenved. Nem csak a kereszten szenvedett, hanem azóta is szenved. A pokolban. Óriási a tét. Mely csoportba tartozol? A kereszt megosztó. Ha a Krisztus váltságáldozatát hittel megragadod, akkor tartozhatsz azokhoz, és azok közé, akik üdvözülnek. Másodszor, adj hálát az üdvösségedért, hiszen Krisztus érted, élt és érted, halt meg, és amilyen radikális volt a térfélcsere ennek a Latornak az esetében, hidd el testvérem, hogy ilyen radikális volt a térfélcsere a te esetedben is. Te is legalább olyan messze voltál Istentől, mint ez a Lator. Azt hinnénk, hogy hát ő egy extrém bűnöző volt, és ő nagyon távol volt Istentől, persze, hogy távol volt. De te hidd el, pontosan ilyen távol voltál Istentől. A te elveszettséged pontosan olyan súlyos volt, mint ez a bűnözői. De Isten Krisztusban téged megkeresett, és megszólított. Miként megkereste Krisztus ezt a bűnöst, és meghallgatt ezt a bűnöst is. És behozott az életbe, az élők közé. Neked sem voltak sem érdemeid, sem jó cselekedeteid, nem volt hited, nem volt világosság benned, de Isten azok kegyelméből világosságot gyújtott, és magához vonzott téged. Adj hálát ezért! Adj hálát ezért, mert alapvetően ott a másik Lator mellett volt a helyed. Alapvetően te is az Isten szittad, és a te életeddel igazából csak arról tettél bizonyságot, hogy lázadásban vagy. Egyébként nagyon érdekes, testvérek, hogy ez a másik Lator miket mond. A másik Latornak a kérdése annyira egybevág a modern ember kérdésével, a modern Isten nélküli ember kérdéseivel. Mit mond az a másik Lator? Ha te vagy a Krisztus, szabadíts meg magad és minket is. Mit mondanak a mai emberek? Ha van Isten, akkor miért engedi meg ezt? Miért nem szabadít meg bennünket ebből? Ugyanazt mondja a mai ember, aki Isten nem ismeri, aki Krisztus nem ismeri, mint ez a Lator. Pedig az érdekes dolog az, hogy van szabadulás. Karnyújtásra van a szabadulás. És ma is lehetne szabadulni, hogyha az emberek Krisztushoz fordulnának. De ehelyett Istent vádolják, és azt mondják, Uram, hát nem szabadítsz meg bennünket ebből, abból miért nem segítesz rajtunk? Hogy ne segítenék? Itt vagyok egy kereszten, értetek, jöttem. De nem látják, mert nincs világosságok. De neked van. És ha ezt megértetted és elhited, akkor adj hálát az üdvösségért. Sokszor beszélünk erről, hogy néha az üdvösségünk is olyan triviálisan megszokott dologgá válik. Ez a legcsodálatosabb dolog, testvérek, amivel rendelkezhetünk. Mindennél fontosabb és mindennél értékesebb, és mindennél jobban becsülendő. Harmadszor, ne kételkedj Krisztus szabadítói képességeiben. Ne kételkedj Krisztus szabadítói képességeiben. Ugye sokszor jutunk abba a csapdába, hogy néha ki is mondjuk, XYZ kapcsán, hogy ez az ember, ez a rokon, ez a családtag, ez egy extrém eset. Én már bizonyságot tettem neki, nem egyszer, nem kétszer, nem háromszor, de igazából én már lemondok róla. Vele nem lehet mit kezdeni. Ő olyan kemény, olyan megkötözött, és itt szoktak sziporkázni a jelzők, ő már reménytelen eset. A testvérek, emberileg nézve ez a Lator, egy totális reménytelen eset volt. Emberi mércével mérve is egy nagyon gonosz ember volt. Ez egy extrém eset volt, és ne felejtsétek el, hogy itt van Krisztus, aki haldoklik, aki agonizál, aki a halál tusaját vívja, és ez a haldokló Krisztus képes arra, hogy megmentsen egy ilyen extrém helyzetben lévő embert. Akkor mire lehet képes a feltámadott és a megdicsőlt Krisztus? Felfogtad ezt? Miért mondunk le könnyelműen emberekről? Miért akarjuk Krisztus korlátozni? Miért vagyunk kicsinyhitűek? Miért nem imádkozunk úgy Krisztushoz, hogy Uram, munkálkodj annak a személynek az életében, gyújts világosságot, ments meg őt, lehet, hogy az élete utolsó órái, vagy hetei, vagy hónapjai vannak hátra, ments meg őt, legyen ő is a te kegyelmednek nagy trófeája, miként ez a Lator volt. Ne korlátozd Krisztus szabadítói képességeit, és ne kételkedj azokban. Bárkit megmenthet.
És kívánom, hogy ez a golgotai esemény emlékeztessen erre a hétköznapokban. Negyedszer figyelj a kegyelem elégséges voltára. A kegyelem elégséges voltára. Ez az ember hitre jutott, ez a gonosztevő, de várt rá egy agonizáló halál. És tudjuk azt, hogy bár hitre jutott, és Krisztus biztosította őt arról, hogy ma velem leszel a paradicsomban, tudjuk, hogy mi történt. Krisztus meghalt. És Krisztus korábban halt meg. És János evangélistától tudjuk azt, hogy ez az ember, meg a másik társa, aki nem jutott hitre, még órákon keresztül agonizált. Mindaddig, amíg ugye jöttek a katonák, és megtörték az ő lábszárcsontját, a Krisztusét nem kellett, az őt megtörték azért, hogy megfulladjon. Mert ameddig tartotta magát ugye lábából, addig tudott levegőt venni, és megtörték a lábszárcsontját, és az ember meghalt, és megfulladt. De ami érdekes, hogy kapott kegyelmet. Kapott kegyelmet, hogy kitarthasson a hitben. Ez az ember nem bizonytalanodott el, ez nem tagadta meg Krisztust, olyan dózisú kegyelmet, nem morfiumot, olyan dózisú kegyelmet kapott, hogy mindvégig kitartott. És Krisztus meghalt ugyan mellette, de nem hagyta őt magára. Nem hagyta őt magára. Lelki által vele volt. Hogy is hagyhatta volna? Krisztus, aki megtapasztalta a kereszt halált, hogyan hagyhatott volna magára valakit, akinek szintén kereszt halálban van része? Avagy ő nem tud megindulni a mi nyomorúságainkon? Avagy ő nem fordult meg minden kísértésben, hozzánk hasonlóan, kivéve a bűnt. És ez a Krisztus megtartotta ezt az embert. Amiről a kegyelemnek a nagyságát próbáljuk felfogni, és valahogy értékelni, akkor lássuk meg ezt a képet. Ez az ember itt órákon belül hitre jutott, nyilván megigazult, megszentelődött, a szentségben álhatatos maradt, és üdvözült. Honnan tudjuk? Onnan, hogy Jézus azt mondta, hogy ma ő velem lesz a paradicsomban, és Krisztus biztos nem tévedett. És nem következhetett az be, hogy Jézus a mennybe került, és ez az ember nem jött utána, mert valami oknál fogva az utolsó 10 méterre megtorpant, és megtagadta az Urat. A kegyelem, testvérek, minden elégséges. Hogyha Isten kegyelme a tiéd, akkor az elég. Az minden elég. Extrém helyzetekre elég. És jó ebben megerősödni, és jó ezt ismét megragadni. És végül ötödször, testvérek, egy gyakorlati alkalmazás még, ami nagyon egyszerű. A nagypénteki Jézus azt üzeni nekünk, hogy figyeljünk másokra. Ha valami nagyon konkrét dolgot akarsz, akkor ez lenne, figyelj másokra, és szolgálj másoknak. Tartsd a másikat magadnál különbnek. Tudom, hogy sok bajod van, tudom, hogy nyomorult vagy, tudom, hogy beteg vagy, tudom, hogy terheid vannak, tudom, hogy küzdködsz nehézségekkel, de legyen bennetek is az az indulat, ami volt Krisztusban, ahogy mondja Pál a Filippi 2-ben. Aki a kínok kínját szenvedte, aki pokoli kínokat szenvedett, de mégis szolgált, mégsem magára figyelt, hanem erre a nyomorultra figyelt, hogy ott volt mellett a kereszten. Valahogy így szolgálj, legyen benned ez a lelkület is. És olyan jó lenne, hogyha Filippi 2-3-4 az valósággá válna, ami keresztény életünkben is. Semmit sem cselekedvén versengésből, sem hiába való dicsőségből, hanem alázatosan egymás különbeknek tartván ti magatoknál, ne nézze ki a maga hasznát, hanem mindenki a másokét is. Testvérek, a nagypénteki Krisztus a végletekig szolgáló Krisztus. És olyan jó lenne szolgálnunk, akár a végletekben is. Nem ott tartunk. Szolgálj a hétköznapokban. Van valami különleges abban, hogy ha akkor szolgálsz, amikor te is elesett vagy, amikor neked is problémáid vannak, amikor te is küzdködsz nehézségekkel. Isten ezeket az alkalmakat, amikor nem magadra figyelsz, hanem a másik elesettségére, úgy gondolom, hogy megáldja. Úgyhogy szolgálj a szenvedésben is. És örülj annak, hogy figyelhetsz másokra, hogy nem fulladsz bele önmagadba, és nem fulladsz meg önmagadtól. Ez történik kint a világban, az emberek maguktól megfulladnak. Nem kapnak levegőt, annyira magukra figyelnek. Kezdj el szeretni, és kezdj el szolgálni. Ezért váltod meg az Úr. És a nagypénteki Krisztus példáját vigyétek valahogy haza, és alkalmazzátok a gyülekezeten belül is, a gyülekezeten kívül és családon belül is, családon kívül szolgáljatok. Akkor jártok el biblikusan. Akkor fogjátok azt jelezni, mutatni, hogy nektek új életetek van, mert én már nem magatokkal vagytok elfoglalva, hanem figyeltek a ti szeretteitekre, a ti felebarátaitokra,
és egyáltalán betűrjétek ezáltal a Krisztus törvényét. Az Úr könyörüljön rajtunk, testvérek, hogy mindezeket a gyakorlati alkalmazásokat és ezeket a teológiaságokat tudjuk magunkkal vinni, és tudjunk ez szerint járni, és élni, és cselekedni. Amen. Úrunk, hálásak vagyunk azért, hogy néhány perc erejéig felvillantottad előttünk azt, hogy mi történt a Golgotán, és láthattuk a sötétséget, a félelmetes sötétséget, de láthattuk ugyanakkor a csodálatos világosságot. Láthattuk a te kegyelmednek munkáját, láthattuk azt, hogy te a sötétségben is tudsz világosságot gyújtani. Köszönjük, Urunk, a te fiadat, akiben és aki által vált minden lehetségessé. És köszönjük, hogy ő miatta és ő benne lehetünk, mi is most világosságban lehetünk, immár a világosság fiai. Köszönjük, Urunk, hogy nem csak ennek a Latornak az életében, hanem a mi életünkben is megalapíthatjuk ezt a csodálatos térfélcserét. Köszönjük, hogy áthoztál bennünket a te országodba. És köszönjük, hogy mi is találkozni fogunk veled, színről színre, miként ez a Lator, majd egykor odát. Kérünk, Urunk, hogy ebben a hitben erősíts meg, és könyörülj rajtunk, hogy tudjunk hozzád kiáltani, hogy esetleg még nem ismertünk téged, és nem találkoztunk veled. Tanuljunk ettől a Latortól, aki hozzád folyamodott, és rád bízta magát teljesen. A Szentlélek Úristen, hozzád kiáltunk, hogy te gyújts világosságot a mi szívünkben, és azoknak a szívében, akik nem ismernek téged. És vonj bennünket közel a te fiadhoz, hogy őt mi magunk is úrként és megváltóként és királyként imádjuk és tiszteljük. Kérünk, hogy ezt végezd el, atyám, bennünk, Krisztusra való tekintettel. Amen.